Mikor megjelent a legendás állatok Grindelwald büntettei, a rajongók egy emberként hörgöttek fel a film végén látható csavar miatt. Figyelem, rengeteg spoiler következik, ugyanis most elmeséljük, hogy valószínűleg miért is baromság, amit a mozivásznon láthattunk. Ez az utolsó lehetőség távozni a spoilerek előtt. A film legvégén Grindelwald lerántotta a leplet Credence származásáról, és korábbi elméleteinkkel ellentétben Credence a jól ismert Lestrange családhoz tartozhat vér szerint. Valójában a Dumbledore családból származik, mégpedig ő a Grindelwald állítása szerinti rég elveszett Aurelius Dumbledore. Egészen a film végéig azt lengették, hogy igazából Credence Lestrange, egyben Léta öccse, azonban Léta bevallotta, hogy mikor öccsével és dadájukkal Amerikában menekültek egy hajón, akkor Léta kicserélte öccsét Corvust egy idegen csecsemőre. Ez volt Credence, akivel együtt megmenekültek, ám Corvus a tengerbe fut. Egyébként néhol emlegették, hogy az említett hajó a Titanic volt, de nem kell bedőlni minden eszement ötletnek, ugyanis a Titanic 1912-ben süllyedt, míg az előbb említett hajó 1901-ben. Tehát Credence származásáról pusztán annyit tudunk, hogy 1901-ben született és egy ismeretlen nő társaságában utazott hajóval New Yorkba, ahol pedig a Lestrange dada örökbe adta. Grindelwald a film végén azt állítja, hogy Credence az elveszett testvére Albus, Aberforth és Ariana Dumbledore-nak, ám a Harry Potter filmek és könyvek még csak nem is utalnak egy negyedik Dumbledore gyermekre. De nézzük csak a tényeket, hogy ez miért lenne badarság. Credence 1901-ben született, viszont Dumbledore anyja, Kendra 1899-ben meghalt, tehát biztosan nem lehet Dumbledore édes testvére. Dumbledore apja Percival 1890 környékén bekerült Azkabanba, ott is halt meg, és ekkor már dementorok őrizték az Azkabant, szóval még az is szinte teljes egészében kizárt, hogy ott teherbe ejtett volna egy nőt, így nem is lehetnek féltestvérek. Na és mi van a főnixszel? A legenda szerint, hogy ha egy Dumbledore szükséghelyzetbe kerül, akkor megjelenik neki egy főnix, és az utolsó jelenetben Credence és Grindelwald előtt is megjelent egy. Fontos, hogy kettejük előtt jelent meg, ráadásul akkor borult lángba, amikor Grindelwald hozzáért. És tudjuk, hogy Grindelwald és Dumbledore-t vérmágia köti össze, szóval meg is van a kapcsolat. A másik magyarázat a Phoenixre, hogy Credence-ben tényleg van Dumbledore, azonban nem az erejében csörgedezik vérformájában. Lépjünk egy kicsit vissza a Harry Potterekre. Az utolsó könyvben és filmben kiderült, hogy Dumbledore húgát, Ariánát gyerekkorában mugli fiúk bántalmazták varázs ereje miatt, ezután ő visszafojtotta magába a mágiáját, és nagyon törékenyé, valamint kitörésekre hajlamossá vált. Ismerős a sztori? Ha Ariánának Obscurusa volt, nem kizárt, hogy a lány halála után is életben maradt a mágikus parazita gazda test nélkül. Igaz, úgy tudjuk, hogy az Obscurus is elpusztul ilyenkor, de Newt rendelkezik egy gazdatest nélkülivel a bőröngye mélyen, szóval nem teljesen kizárt, hogy magában is életben maradjon. Amennyiben pedig Ariana Obscurusának új gazdatestje Credence lett, már is mindenre magyarázatot kapunk. Hogy Credence miért rendelkezik ekkora erővel, honnan tud Grindelwald az Obscurus létezéséről, miért Credence győzheti csak le Dumbledore-t, egyáltalán miért küldött valakit az Obscurus után Dumbledore, miért jelent meg Credence-nek a Phoenix, miért mondja neki Grindelwald, hogy ő Dumbledore testvére, és miért Aurelius a neve. Talán Grindelwald nem is Credence-hez, hanem a benne rejlő Obscurushoz beszélt. Vagy az is lehet, hogy a világ második leggonoszabb varázslója Wait for it! Hazudik.